A megyei önkormányzat az Agrárminisztérium támogatásával idén negyedik alkalommal szervezte meg a vetélkedőt. A verseny célja az, hogy a megye általános és középiskolásai számot adjanak arról, hogy mennyit tudnak a hungarikumokról és a megyei értékekről, valamint hogy megértsék ezek jelentőségét. Igyekszünk is élményt is adni természetesen amellett, hogy ez egy vetélkedő, úgyhogy biztosak vagyunk benne, hogy azok a gyerekek, akik részt vesznek ebben az értékes barangolás vetélkedőben, nem csak a szakmai tudásukat bővítik, hanem egy picit meg is fertőződnek majd az értékgyűjtésnek, az értékőrzésnek a küldetésével, amit mi a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottságban valóban feladatként tűztünk ki. A mai döntőn mindkét kategóriában győztest hirdettek. Minden gyerek, minden iskola győzött, aki részt vett ebben a tevékenységben, ebben a rendezvénysorozatban, mondta Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke. Hozzátette, fontos, hogy a fiatalok is megértsék a magyar értékek megőrzésének fontosságát. A Hungarikum ügy egy mozgalom, folyamatosan fejlődik, terebélyesedik, egyre több településen fedezik fel azokat a helyi értékeket, amelyeket akár helyi védelem alá helyeznek, nyilvántartásba vesznek, gondozzák, ápolják az ezzel kapcsolatos hagyományokat, illetve megyei vagy akár Hungarikum értékké is kívánják nyilvánítani. A vetélkedőnek nagy sikere van a megyei iskolái között. Több iskola a rendszeres résztvevője a versenyeknek. Ilyen a Fehérgyarmati Deák Ferenc gimnázium is, ahonnan idén második alkalommal érkeztek diákok. A diákok 6. osztályosok, 8. osztályos gimnáziumi képzésben vesznek részt, és nagyon-nagyon sokan jelentkeztek erre a vetélkedőre, és közülük a legjobbakat válogattuk ki iskolai megmérettetés során, és a vetélkedőre a bizottság által biztosított segédanyagból készültünk, az internetet használtuk, és lehetőségeinkhez képest ellátogattunk a környéken azokra a helyekre, amelyek az értéktárokban szerepelnek. A résztvevő gyerekek rengeteg élménnyel és ismerettel gazdagodtak. Az itt megszerzett tudást a tanórákon is hasznosítják, a felkészítő tanárok pedig beépítik a tananyagba, tette hozzá Miklósné Király Éva. A megyei értéktárbizottság célja, hogy a jövő évben is ehhez hasonló, fiatalokat megmozgató pályázati programmal szolgáljanak.